November 14-e a Diabetes világnapja. A cukorbetegek száma folyamatosan nő az egész világon, így Magyarországon is. A diabetes megelőzhető. A szakember szerint ennek nincs semmilyen titka, tudatosan kell táplálkozni. Ha elkezdünk tudatosan táplálkozni, és például odafigyelünk a szénhidrátbevitelre, a sportra, a mozgásra, az, hogy mennyi cukrot viszünk be napi szinten, akkor már tehetünk. Nyilván itt azért vannak genetikai hajlamok, tehát hogyha mondjuk a családban van cukorbeteg, akkor nagyobb hajlamunk van arra, hogy nálunk is kialakul esetleg a cukorbetegség, vagy egy inzulinrezisztencia például, de ezekre tudatosan kell odafigyelnünk. Ha én nem alszom, nem sportolok, sok cukrot eszem, meg üdítőket iszom, és alapvetően stresszes életmódot élek, gyors kajákat eszem, akkor biztos ki fog alakulni. De ha én tudatosan odafigyelek, sportolni járok, figyelek az alvásomra, arra, hogy mit eszek, milyen gyakran, szedek esetleg étrendkiegészítőket, akkor már is tettem azért, hogy mondjuk ezt meg tudjuk előzni. Ha hidegverejtékezést, homályos látást, jó étvágy mellett fogyást, állandó szomjúságérzetet és édesség iránti vágyat észlelünk, elképzelhető, hogy már a cukorbetegség előszobájában járunk. Ha már kialakult a diabétesz, fokozott figyelemre van szükség, de ebben az esetben is teljes életet tudunk élni. Sportolni kell, tehát hogy úgymond kötelező heti háromszor legalább egy 35-45 percet a lehetőségéhez mérten sportoljon. Drasztikus diétának nem nevezném, amit kell, mert igazából az, hogy zöldségbevitelre figyel, a rostokbevitelére figyel, a lassú szénhidrátok bevitelére figyel, illetőleg arra, hogy milyen fehérjéket, nem bőolajban sülteket eszik, innentől kezdve ez azért egy élhető diéta. Most nyilván nem ehet meg minden nap három szelet süteményt az ebéd után, de például alkalmanként ez is bele tud férni, hanem a három szelet, de bele tud férni a süteményfogyasztás is. Az interneten számos étrend jó tanács található, közülük sok meg is dől egy idő után, ezért érdemes egy-két biztos ponthoz igazodni. Biztos pont az, hogy szezonalitás, tehát hogy próbálj meg szezonalitásnak megfelelően vásárolni mondjuk zöldségeket. A tányérunk felére pakoljunk zöldségeket, egy öklömnyi köretet rakjunk a tányérunkra, és egy tenyérnyi fehérjét, húst, halat, belsőséget, tehát hogy ezt így próbáljuk megtartani az ebéd és vacsoránál, akkor például inkább kovászos kenyeret vásároljunk a boltban, mint sima kenyeret. Tehát, hogy ilyenekre érdemes odafigyelni. És tényleg így a cukorbevitelt próbáljuk meg drasztikusan csökkenteni, mert nagyon sok rejtett cukrot fogyasztunk péksüteményekben, zéróüdítő italokban, vagy akár csak abban, hogy mondjuk teát iszok mézzel, és persze a mézet egészségesnek tituláljuk, de mondjuk cukorbetegség esetén az sem javasolt. A paleolit étrend a szénhidrátok mennyiségének korlátozása miatt gyógyító hatással lehet a cukorbetegségre. Azonban a szakember szerint a tudatos táplálkozás sokkal jobban fenntartható. Lehet paleo elvek szerint étkezni, viszont ezt nem mindenki tolerálja jól, hogy mondjuk a szénhidrát nagyon megvan vonva, és mondjuk a zsír megvan emelve, vagy a fehérjebevitel megvan emelve. És akkor itt azért be lehet húzni azt, hogyha mondjuk már vannak mondjuk szövődmények, akár egy kardiológiai szívérendszeri megbetegedés, koleszterin probléma, akkor nem feltétlenül mondjuk a paleolit szemléletet vinném tovább. A karácsonyi időszak együtt jár a finom falatokkal, azonban azért, mert karácsony van, az étkezésünk mennyiségén nem kellene lényegesen változtatnunk. Igaz, hogy nem karácsony és szilveszter között, hanem szilveszter és karácsony között hízunk el. De hogy ne kezdjük plusz kilókkal az új évet, ebben az esetben is fontos a szemléletmód és a mértéktartás.